érzületek megszűntek, vagy érzületek kimentek belőle. Most erre áll a bérkeringésre. Semmi agyvérzés többé ne legyen az ő életében. Gyógyító kenetet, de most gyógyíts meg valamit, vagy Jézus nevében. Köszönjük és hálások vagyunk, Uram, hogy a te kenetet átjárja tettől talpig, Uram. Az ő testét helyreállítsa, az egészségét a Jézus Krisztus hatalmas nevben, vigassággal, örömmel, töltsd meg az ő életét a Jézus nevében, hogy hosszú életed legyen, mert befogadott téged, mint megmentő, mint szabadító, mint gyógyító, jöjj a te kenetettel, Uram. Köszönöm, Jézus, köszönöm, hogy itt van, és beavatkozol az ő egészségbe. Gyógyító, szabadító, szabadíts meg, és megparancsolok neked, Sátán, leveszed a kezed róla, most kimész belőle, leveszed a kezed róla, menj ki belőle, most elhagyod őt, hagyd el, kimész belőle, betegség szellem, leveszed a kezed róla, halleluja, dicsőség neked, hogy Jézus megvan írva, Jézus nevére meghajol minden tért, mennyeiek, földiek és föld alatt valók, és minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr és Király az Atya Isten dicsőségére. Köszönöm, Uram, hogy minden szükségét betöltöd, töltsd meg ezt a házat is, örömmel, boldogsággal, vigassággal, a te szellemet áradjon ki minden porcikára. Ezek a bálványok is eltűnjenek innen a Jézus Krisztus nevében, mert te nem vagy ott a kereszten, a Jézus nevében, te ott vagy a menyekbe, és élsz az Atya jobbján. Kérlek, Atyám, gyógyíts meg ezt az asszony. Hú, kire basák is szabba. Amen. Gyógyít a kenetet. Járja. Jézus, gyógyíts meg. És tegnap itt a bobóca papasza megkezdte olajjal, mit tudom. Na. Semmit. Még a tévében is mutassak, hogy milyen, mit csinálnak a papok is. Okay.
levontált életbe. Isten megkapott, és visszahozott hozzá. Ez Jakab 5.12. Jakab. Megvan neked a Bibliát? Itt el nincs, nem tudom, hogy kell. Nem tudom, hogy kell. Nem tudom, hogy itt valami. Én csak egy emberre vagyok,
nincs erőm, ő az erő, ami keresztül megy rajtunk. Igen. Érted? Tehát mi nem tudunk gyógyítani, ember nem tud gyógyítani. Igen. Isten az, aki gyógyít, használ, és ennyi. Nem mondhassa senki, hogy gyógyító van, gyógyító kenet, de én nem gyógyítok. Ez legyen tiszta. Nem akarom, hogy csak egy picit. Maradj, és a hídgyülekezetnek neki nem mutassa, hogy imádkozunk érte, hogy és amikor a nagy, és van ilyen vetítők készülök, amit kivetítja, hogy ezt az emberét imádkozunk is úgy. Nem vetítik ki, több bokból hiába mondom el, mert nem vetítik ki, de imádkozunk érte. Érted? Na. De holnap szívesen várunk, hogy ha akarod, elviszlek. Van egy ilyen zenés rendezvényünk, több dicséret. Holnap héttől van egy evangelizációs alkalom, szívesen beálltam. Megjött a színe. Más színe van. Dicsőség Isten. Más a színe. Uram, indítsd el a vérkeringést a Jézus nevébe. Köszönöm, te csodálatos Isten vagy. Olyan szép asszony csinálsz ebből a Jézus nevébe. Köszönöm neked, Atyám. Halleluja. Jó itt a keneted járja. Halleluja. Hosszú élettel áldja meg Isten. Más a színe. Te más a. Igen, van benne piros. Igen. Igaz? Más. Isten áldja meg. A papa milyen? Jön, megadta a, mit tudom, hogy nem tudom, hogy csinál, de egész eddig ide tette a kérdét, aztán nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy... És aztán elment. Igen. Hát Isten áldja meg. Sokat alszik, mi? Hát éjjel nem alszik, és nappal szoktok aludni. És kirendezi te? Én nagy édesapám, édesanyám. Nem tud felkelni. Nem. Mennyi Atyám az Úr Jézus nevébe, adj erőt ezekbe a lábokba, hogy Jézus Krisztus hatalmas nevébe állíts lábra ezeket a lábokat. Töltsd meg élettel, töltsd meg, Uram, hogy itt nem táncoljon, a te dicsőségedre, Uram, csinálj csodát. Kérj fel, táncolom, Uram. Hozd ide ki, hogy lábra tudjon állni. Hány éves? 81? 80. Dicsőség Istennek, hogy felállítsa lábát. Halleluja. Köszönöm neked, Atyám. Köszönöm neked, Uram, ezt a csodát, amit elkészítettél, hogy meglássák az emberek, hogy te mekkora hatalmas Isten vagy. Te fel tudod állítani az, amit az orvos nem tud lábra állítani, mert te vagy a doktorok doktora, a királyok királya. Halleluja. Jöjj, Uram! Töltsd meg, te Szent Szellem, így eltedd be a lábakba a Jézus nevét. Töltsd meg. Még a volt ilyen betegeknél látogatod, nem? Igen. Dícsőség neked, Uram. Töltsd meg ezeket a lábakat. Erre. Te erőddel töltsd meg a Jézus nevébe. Halleluja. Még sok beteget látogatod ilyen, nem? Igen, beállítunk. És meggyógyultok, nem? Nem tőlünk függ. Istennek legyen meg az akarat. Érted?
Istennek terve van mindegyikkel. Jézus, jöjj, Uram, jöjj, keletedre. Adj életet neki, hosszú életet. Áld meg, Uram, 120 évig éljen. Amen. Igen. De hogy lehet, hogy van, amikor van ez, amit mutattam mostan, és így, hogy lehet megkeresni? Mutassam meg. Elég, mert megtudom megint. Jó, csak ezt te annyit tudsz csinálni, imádkozzat, hogy ne tedd rá a kezedet. Igen. Jó, te imádkozzál érted, mert te befogadtad Jézust. Csak mondtam, ahhoz, hogy növekedjél hitbe, kell járni egy gyülekezetbe, hallgatni a prédikált igét élőbe, mert attól kapsz erőt, attól erősödsz meg, attól növekedik a hited. Igen. Istenbe. Mert te nem csak evel jössz, érdemne kell fizikailag, de szellemileg is kell az étel. Igen. És a prédikált igét, mert a hit hallásból van. Normális dolog. Érted? Igen. És akkor, mikor hallod, az bemegy, igen, bemegy, és akkor már beviszed az életbe. Igen. Dolgozol-e? Nem. Hát, eddig dolgoztam. Most megint ott egy pályánról vagyok, és izé megállították, nem tudom, hogy mennyi időre. Igen? Igen. Te milyen pályán? Hát, ilyen papus, semmit ilyen. Még látod, Jakab. Imádságot kére, ne legyen eső. Imádkozott, és 3,5 évig nem volt eső. Igen. És aztán megint imádkozott, és lett eső. Igen. Pont olyan ember volt, mint te, mindig. És ez azt jelenti, hogy Istennek embere volt, megalázkodott előtte Isten előtt, elfogadta Istennek az igéjét, betartotta, és Isten tudott munkálkodni rajta keresztül. Ennyi. És ezek a számok, az ötös, vagy ötös, négyes, nem tudom. Ezek az üzlet, a versszakok. Igen, ezek az azt mondja, hogy Jakab 5, és 12-es, tehát 5-ös. Igen. Versza. Azt mondja, hogy 5 és 12-es versza. Igen. Az 5-ös, nincs. Kapitolu csincs, igen. Ezt te tudod is. Igen. Román. Igen. Érted? 5-ös, igen. 5-ös és 12-es. Igen. És 12-től lesz a ez a betegekért, mikor imádkozunk a betegekért, ez fontos. Majd mikor hitben megnősz, lesz ide, és akkor azt mondja a pásztor, hogy na, most imádkozhatsz betegtől, igen,
kézzel, akkor, akkor imádkozhat, de addig nem. Mert oda kell nőnünk, érted, szellemileg. Mert ha például, ha nem vagy oda nőve, és nem vagy elég tiszta, akkor problémát is tudsz okozni. Érted? Pont úgy egy katolikus pap problémát is tud okozni, mert nem éli meg azt, amit mond. Érted? Ezt nem értem a papokhoz, hogy végjön gyorsan, és én megmondtam a papnak, hogy hogy még jön gyorsan, de azt mondta, hogy már nem tud. Vagy ahogy megkezdte itt a és a két kezét is megkezdte építeni. Mert mi is szoktunk használni olajat, de én nem, szó szerint a pásztorunk, ő fel van kelve, akkor ő is olajjal bekenni, érted? Simázkozik. És aztán meggyógyult. Ez nem garantálás. Ez Isten tudja, hogy mi a terve vele. Igen. Érted? Ez nem garantál. Ezt csak megteszünk, amit kell. Tehát imádkozunk, közben járunk. De ez Istentől függ minden. Tudom, hogy nagyon szeretette mamát. Igaz? 10 évvel. Nagyon szereted mamát. Azért mondom, kell jönni gyülekezetbe. Hallgatni az igét. Szoktam hallgatni a De nem egyforma, nem mindegy. Másmikor egy futballmeccsen is élőben nézed. Igen. Ott a stadionon. És másmikor itten a tévében. Igen. Más. Érted? Mert élőben más. Egész más. Minden más. Nem? Hogy így beszélünk mi. Igen. Mindegy, mintha tévéből beszélnek veled. Nem mindegy, igaz? Így élőben érzem. A szellem is élőben dolgozik. Igen. Így van? Igen. Megváltozik a légkör. Így van? Úgy van. Megváltozik? Meg. Mert mikor bejön egy katolikus pap, más a légkör, bejön egy istenfélő ember, nem kell pap legyen, megint egy más légkör. Reményt, erőt, igaz? Légy erős, légy bátor. Nem? Igen. Fel a fejjel, Isten szeret. Normális. Így van. Így van. Fel a fejjel, Isten szeret. Nem kell félni, aki Isten féli, igen, az nem fél. Nem félek a haláltól. Nem félek, mert Isten velem van. Fogja kezemet, és azt mondja, gyere. Ne félj. Mert én azt mondja, hogy a 33-as Zsoltár, figyelj meg, nem jó, szép piros lett. Igaz? Azt szoktam nézni Jézus filmét is. Jézus filmét. Igen. De volt egy komás, és mit mondta, aztán, hogy ezeket mondta. Cine pot lua legătură? Cu Stoicescu, al lui Iacob? Bine. Păi, da, Stoicescu e... Am înțeles.
Kasapat az ám kivéje. Foarte bine. Mersi frumos că ne-ai zis. Foarte bine. Super, super. Mersi tare mult. Bine. Doamne, reprimezi. Bine. O să ne vezi. Dicerete măzură țitără vă. Tiszkul háfával zengjetek neki, énekeljék neki új éneket, mantoljatok lelkesen, ha harsongjuk, mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges, szereti az igazságot és törvényt az Úr, kegyelmével telve a föld. Tehát látod, hogy az, hogy mondjam, ő szereti a dicséretet, szereti a zenét, hogy legyen jó kedve, mert mikor dicséred az Urat, úgy kezdődik egy Isten tisztelet, hogy egy kicsit buzdulja fel, jöjjön meg a kedved, jön a Szent Szellem, felássol a szívednek a keménységét, és jön Istennek az igéje, és behúrod a jó földbe, és egy idő után kezd teremni, jobb boldog leszel, érted? Ez a lényeg. Igen, szoktam nézni a Némel Sándor, láttam, hogy ott énekelnek, mint a gyerek. Na, úgy, gyere, holnap. Jó? Ha nem hívnak be meg, vagy... De nem, figyelj, nem ulasszod el, mert ez fontos, hogy meg... Látod, figyelj meg ezt. Mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak, mint a drága olaj a fejem, amely aláfoly a szakáron, az Áron szakáron, amely lefoly köntöse pémjen, mint a Hermod farmatja, amely leszáll Sion hegyeire, csak oda küld áldást az Úr és életet örökké. Tehát Isten, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ő ott van, és csak oda küldök áldást, ahol az én atyámfiai lakoznak. Együtt, egy szívvel dicsérik az Urat, jön Istennek az áldása, megáldja. Egészséggel, békességgel, és kész. Jön az öröm. Jön az élet az életbe. Mert ő életet adott nekünk. És még megmutatok valamit. Figyelmek, az mondja, hogy a 23-as Zsoltár. Azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom. Igen. Nem szűkölködök. Hűvös legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Még a halál árnyékának völgyében járok is. Olvashatod, hogy jól mondom? Még ha halál árnyékának völgyében járok is, olvasod? Nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, Uram. A te verszed és botod, azok vigasztalnak engem. Aztól terítesz nekem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejemet olajjal, csordulti lesz a pohara. Bizonyára, azt most nem tudom tisztán, azt mondja, hogy bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napjára, és az Úr házában lakozok hosszú-hosszú ideig. Érted? Ezt akarunk, hogy a mamát is hosszú-hosszú élettel áldja meg Isten. Így van-e? És titeket is, az egész családotokat, hogy Isten szeretettel lakozzon itt ebbe a házba, tisztítsa meg a légkört, és ezek a bálványok, minden, ezt úgy kell ránézni, mint egy akármi. Mert Isten és Jézus nincs ott a kereszten. Igen. Ott van? Nincs. Hol van? Fent a mennybe. Így van, nem a kereszten van. Na. Megyek még.
nem akarnak zavarni többet, de... Még egyszer te jön látogató alatt, hogy hirdem. Igen. Még látod, milyen szép színen? Igen. Van életben. Nézd meg, milyen piros lett. Szép. Hála az Úrnak. Istennek a dicsőségét. Gyere el magam. Nem akarsz. Ne halogasd. Nem. Nem kell halogatni. Értsd meg, hogy ő mondta. Na. Én adattam. Döntés a tiéd. De ha az Úr visszajön, nem akarnám, hogy lemaradjál. És ő vár téged. Mindenkit vár. Mindenkit vár. De hallgass meg az ő hívó szavát. Gyere. Érted? Szól rajtam keresztül. Gyere. Ő várva. Igen. Meg akar látani. De ott kell lenni. Normalizom. Így van? Igen. Na. Thank you.